Következő kísérletünkben két szilárd anyag keverékét fogjuk megvizsgálni, hogy hogyan is lehet szétválasztani alkotórészekre. A keveréket elkészítjük vasreszelékből. És kénporból. Óraüvegre tettünk mindkét anyagból, kicsit össze keverjük őket, és ezt követően megpróbáljuk a ként a vastól szétválasztani. Ehhez egy mágnest fogunk használni, amit a csésze alá fogunk helyezni. Kísérletből jól látható, hogy a mágnes jól vonzotta a vasat, a fémek mágnesezhetők, ezzel szemben a kén nem tör, tehát a kénpor nem mozdult el a mágnes irányába. Ezzel a kísérlettel szemléltettük, hogyha egy fém és egy nem fém keveréke van, akkor a mágnes segítségével a fémet szét tudjuk választani a nem fémtől, hisz a keverékek összetett anyagok, aminek az összetételük nem állandó.